Szára Vukcsevic, beáll. Ki ismer engem, tudja, hogy hotel játszottam Magyarországon, próbáltam külföldbe menni, mert egy picit uncsi volt az a év után, hogy itt maradok. Amúgy nem volt rossz, de szerintem nagyon jól esik nekem Magyarország, és nagyon örültem, amikor kaptam lehetőséget a Móvártól. Szerintem, hogy az a magyar kézilabda, az még mindig és a bajnok, amiben akartam játszani még egy picit. Szóval az gyönyörű lehetőség volt nekem, nagyon örülök, és szerintem jó volt a változás. Nagyon bízom a csapatban, hogy tudjunk csinálni valami nagy dolgokat. Szeretem, hogy edzünk, meg kezdetjünk, mint egy csapat, az a legfontos. Szerintem most is, mikor van egy picit több külföldi játékos, mint a tavalyi, vagy a szezon előtte, amit én tudom, nagyon fontos ezen a hét, hogy koncentrálunk, hogy a csapatba dolgozunk, nem csak a pályán, hanem a pályán kívülről is, és onnan kezdjünk dolgozni erősen, keményen, Roberttel segítünk neki is, szerintem az a csapat, szerintem nagyon erős tudjunk lenni. Nagyon szeretem játszani védekezésben, nem mondjuk egy picit jobban, mint a támadásban, de az nem jelenti, hogy nem akarok gólölni, de szeretem ütni, az biztos. Nagyon örülök, hogy a Horváth Betty mellett fogok játszani, azt tudtam már, amikor voltam Ováról kérdésem, hogy megyek vagy nem, de szeretem mindig mellettem egy jó játékos, jó konkurencion, akitől tudok tanulni, és akitől hibáktól tudok tanulni is. Szóval, amit vártam tőlem, hát egyik az biztos, hogy fogok küzdeni és 100%-osan lenni, csak ha egészséges leszek, az szeretem minden csapat, vagy minden lány a csapatban is. Szóval, amikor mindenki egészséges, szerintem segítsünk csak egymás. És szerintem védekezben is tudok jobban lenni, mint a tavalyi szezonban, ugyanúgy támadásban is.